Lebegek a város felett éjjel. Villognak a fények, különböző alakú, fajtájú fényfoltok, mindet egyenként megnézem, és ezt az egyet különösen. Hatalmas, ezüstösen fénylő folt, hirtelen elalszik, és nem villan fel többé, egy nagy félkarú rabló. Be van kapcsolva, és csak nyeli a pénzemet. Dobálom bele az érméket. Egyszer csak egy áramütés ér. Ellenőrzem a kábeleket, a drótok behatolnak a mellkasomba, és a szívemhez érnek. Ki akarom húzni őket, de a kezem nem mozog, mintha megdermett volna. Mr. Wonderful. Tudod, ahogy szokott, ha az ember így, és ettől felriadtam. Szorongás. Mi? Félsz az asszonytartás miatt. Nem, közönséges rémálom. A vállás miatt ébren is van épp elég. Ez az enyém vagy a tiéd? Az enyém. Zenéjét szerezte Michael Gore. Fényképezte Geoffrey Simpson. Írta Amy Shore és Vicky Pollan. Rendezte Anthony Minghella. Krisztus teste. Krisztus teste. Krisztus teste. Keresel itt? Az én keresztlányom is, nem? Na de hát már nem is tartozol a családhoz. Egyáltalán hogy nézel ki? Mi ez a ruha? Nem fizetek elég asszonytartást, hogy rendes cuccot vegyél? Maradj már csendben! Most úgy csinálsz, mintha hinnél ezekben a dolgokban, pedig én tudom, hogy nem. Szóval igazán eltűnhetnél. Engem is meghívtak. Ki hívott? Nem hívott téged a kutya se. Kaptam meghívót. Az még nem jelenti azt, hogy szívesen látnak. Ilyen esetben az illem inkább azt diktálja, hogy az ember szépen otthon marad. Hát én meg eljöttem. Az ott a barátnőd? Ho, egy pillanat. Én se szólok hozzád, te se szólsz hozzám, jó? Ez aztán az érett viselkedés. Mosoljok jól. Most megyek. Nagyon jól sikerült. Üljünk be a kocsiba és menjünk el a hugodhoz. Na nem már. Ha meglát abban a kocsiban, azonnal a nyakamra hozza az ügyvédjét. Miért? Nem fizeted neki, amit mi kell? Van? Mit akarsz? Jó, én csak kérdeztem. Figyelj, ez a nő csapdában érzi magát. Az egész élete egy csapda velem együtt. Főiskolára akart menni, ott hagyott, elment a kollégiumba, és most jön a vicc, mert most, hogy ő elhagyott, én vagyok csapdában, én vagyok gödörben, hogy kifizethessem szegényt. Akármennyit adok, nem elég. Ezért nem kell kiabálnod velem. Tudom, de elég, ha csak meglátom.
azonnal rám jön az ideg. Ezt nem is mondtad, hogy ennyire szép. Ez neked szép. Olyan, mint egy trampli. Nem, szerintem jól néz ki. Ki vezeti a kocsit, nem látod? Nem. Miért? Ha menni akarsz, mehetünk. Na, milyen volt? Életemben nem láttam ezt a srácot, és most 10 másodperc után meg tudnám ölni. Jó, túl vagyok rajta, remeg a kezem, de... Köszönöm, hogy megvártál. Tudom, végre egyszer én vártam rád, nem? Nem így értettem. Mennyi időd van? Körülbelül 1 óra. Akkor? Mire várunk, úgy értem? Nyomd meg azt a gázpedált! Én sokat játszottam gyerekkoromban. Igen. Az első hely, ahová apám elvitt. Gyönyörű volt, és most nézd meg. Ismered ezt a helyet? Ide jártam bowlingozni. Én is. Hogy nem láttalak. Én se téged. Mikor voltál itt? Egész nap itt bowlingoztam. Tökre szétáztak a vezetéket. Jaj, te! Ne dugd be a fejedet a lyukba, használj gázmérőt. Pénztárcákat eldugni jön a befektetési tanácsadó. Szasztok! Ne. Beszéljük meg a pulykát. Árbi, én nem eszem pulykát, hagyjál! De nem kell neked pulykát tenned. Minek nézel engem marslakónak, hogy ezt sem tudom megértetni veletek? Megveszük olcsón a pulykát és eladjuk drágán hálaadáskor. Az emberek a tüsdén kávét, szója, babot, olajat vásárolnak, mi meg pulykát. Mi van ebben olyan bonyolult, mi? Te világszám vagy, minden héten más tervel jössz elő, hogy börtönbe juttass minket. Hát ez az, Marlon. Nem mindegy, hogy a rácsnak ezen az oldalán, vagy pedig a másikon vagyunk. Hozd be a szaverdát! Hé, hozd már te! Ha? Nézd ide! Mit szólsz hozzá? Hagyjál! Kávéban fizetek, kávé! Gyere már! Azonnal adom a lóvét! Mit mondod, 50 000? Uh-huh. Igen. Nézze át a kérdőívet, és vigye föl a 3. emeletre a betegfelvételre. Keresse meg a radiológia jelét. Itt fáj? Igen. Itt írja alá. Mindjárt vissza kell mennem. Csókolj meg. De gáz. Ez itt egy kórház. Tudom, én is beteg vagyok, a csókod meggyógyít. Dolgoznom kell. Ez nem igaz. Nincs egy szekrény, ahol doktorost játszhatnánk? Vagy egy matrac, amire lefekhetnénk? Miért nem jöttél műszakkezdés előtt? Mert én is dolgoztam. De közben volt egy kis időd. Ismersz, előbb megfürödtem, lezuhanyoztam, meló után olyan büdös vagyok, mint egy latrina. Itt is van zuhany. Menjen vissza a lifthez, és azzal feljut a 3. emeletre. Igen. Kövesse a jelzést, igen, és megtalálja a labort. Tojál. Mi? Tojál. Nem. Azt hiszik majd, hogy egy beteg vagyok. Na, megkaptad az üzenetemet péntekre vonatkozóan? Igen, oké. Ha abba hagyom az asszonytartás fizetését, a céget sodrom bajba. És szombaton mit csinálsz? Szombaton éjszakás vagyok. Te is 3 műszakban dolgozol, én is. Ehhez a kapcsolathoz mindent előre meg kell tervezni. De ha lenne egy közös lakásunk, tudom, hogy ez tabu téma, de ha lenne egy közös lakásunk, nem lenne probléma. Te ismered azt a szót, hogy elkötelezettség? Merre van a logopédia? Vissza kell mennem. Hé, várj csak, viccelek! Hé! Minden rendben! Megvan a kapcs? Igen. Ezt nézzétek meg! Fantasztikus! Ez a tábla önmagában is érték. Srácok, ez szuper! Vigyázz! Látjátok, számomra ez maga a szépség. És ha ez tönkre megy, az nem olyan, mint a pulyka biznisz vége. Ha nyakunkon marad a pulyka, azt bedugjuk a hűtőbe, és életünk végéig rákcsálhatjuk.
Ha ez a dolog befutcsol, még mindig bowlingozhatunk. Ti biztos nem szeretitek a pulykát. Nem éreztek részvétet iránta. Én például szeretem a nyakát, ha jól meg van sütve. Tört krumplival. Na jó, most komolyan. Ha belefogsz egy üzletbe, kell, hogy legyen benne valami, amit szeretsz. Na persze, hogy az apám például szerette az optikát, a bácsikám meg a gyógyászati segédeszközöket. Miköze az érzelmeknek az üzlethez? Igen, ez az. A legfinomabb a zúzája, az óriás. Hagyjad már, beszéltem az ingatlan ügynökkel. Ki lehet hozni ebből egy előnyös üzletet? Ez a hely jelzálog zárlat alatt áll, és bármelyik pillanatban a miénk lehet. Az egyetlen probléma az elektromos hálózattal van. Azt talán valahogy meg tudjuk oldani. Úgyhogy egész jól meg leszünk itt. Egészen jól. Leszoktam. Na nehogy már. Mondom, hipnózissal, az csodát tett. Egy százas, mint felvágták volna. Szóval egy százast fizettél egy kuruzslónak? Egy százast költöttem havonta cigarettára. Csak egyetlen hónap, és már a pénzemnél vagyok. Mikor szoktál le? Tegnap. Hé, Dagikám, vigyázzál már! Ne törd össze a berendezést! Jól jön az még nekünk! Itt vannak! Mi? Megvan mind! Megvan az összes bábú! És épp öten vagyunk! Ha? Játszhatunk! Előbb adjunk neki nevet! Hogy hívták régen? Hát az nem számít, elég fantáziátlan neve volt. A bowling pálya. Az túl hosszú. Sok neon kell. Hát aztán, mindenből sok kell. Lesz vele munka bőven. Jó van, de ez akkor is más. Ezt a munkát a magunk kedvéért csináljuk. Ez a hely csodálatos lesz. Az nem kifejezés. Fiú? Fiú? Kifényesítitek a golyóitokat és a többit bízzátok rám. Stardis. Nekem tetszik. Igen? Hm? Arra gondoltam, van egy bácsikám Glaustonban cipőkészítő. Megkérem, csináljon nekünk bowlingcsukákat, amiben játszhatunk. És fogadok van köztünk, aki ismer mesterembereket, ácsot, ilyesmit. Igen. Mi van? Álmodozás. Most miért mondod ezt? Ez fantáziálás, nem fog bejönni. Hol találom meg a számításomat? Minden hónapban félreteszel egy kis pénzt, és felveszel kölcsönt. Így is félreteszek, és felveszek kölcsönt, és minden elmegy a volt feleségemre. Nem értem ezt az asszonytartást. Egész életedben fizetni fogod. Mert itt ez az új kocsi, kinyögted a 36 havi részletet, az már a tiéd. Csak fizetek és fizetek mindaddig, amíg újra férhez nem megy. Akkor hát megvan a megoldás. Keresel neki egy új manust. Nagy ötlet, bedobhatod a ládába a bejáratnál. Te gáz? Mondd, Rita szereti az aftershave-edet? Mi? Kipróbálnád ezt? Egész jó. Na és ez? Mi van, viszont eladó vagy? Az előző jobb volt. Jó, de melyik illik jobban hozzá? Várjál, kipróbálom. Akkor ez? Ide figyelj, öreg. Vannak nők, akik jobban szeretek minket enélkül. Víz és szappan. Igen, de azt szeretném, ha illatos lennék. Jó benyomást akarok tenni. És ki az, akit el akarsz bűvölni? A bátyám munkatársa. Valami olasz csaj? Nem. Mert olasz csajjal nem szabad kezdeni. Nekem elhiheted. Nem olasz. Tedd próbára, mondj el egy Ave Máriát, és nézd, hogy mozgatja-e a száját. Te, gondolkozz azon, amit mondtam. És nem elég csak azt mondani neki, hogy menjen férjhez. Össze kell hozni valakivel. De hogy? Úgy, hogy véletlennek nézzek. Bob, ez nagyon beteg ötlet. Ne nézd őt hülyének. Nyugodt lehetsz, a fejébe bőven belefér a te agyad, és még marad hely egy bowling golyónak is. Szóval légy szíves, ne beszélj erről többet, jó? Jó. Akkor csá. Már van egy kis kölcsöntartozása. Letiltjuk a fizetéséből, még ki nem egyenlíti. Letiltják. Letiltják. Mit képzelnek? Nézze, én már 8 éve vagyok ennél a cégnél, az már nem számít semmit. Elnézést, Mr. DiMarco. Nehéz idők járnak. Nem adnak részletfizetési kedvezményt? De hát részletekben fizet. Részletfizetési kedvezményt kérek az elmaradt részletekre. Nem megy? Ezek szerint nem. Nehéz idők. Mit tud ez a nehéz időkről? Ugyan mit? Semmit. Gász, van egy problémánk. Gondok vannak a határidővel. Most akkor beleadsz, vagy nem?
Nem tudom. Dehogy is nem tudom. Nem tudok, kiszálltam. Ne csinál. Kiszálltam. És mit szólsz Pope ötletéhez, hogy keressünk neki egy balekot, aki elveszi feleségül? Nekem tetszik az ötlet, vannak erre emberek, akik elintézik. Hé, mi lesz? Beszáll vagy marad? Majd eldönti. Csak nem ások ebédszünetében. Itt van Nick Yuppie. Meghalt a felesége. Mi lenne, ha összehoznánk Lee-vel? A fuszka elég múja és szabad. Nem is igaz, hogy múja. És nem is szabad. Na, mi lesz már, fiatal ember? Dönts el! Hagyj már béké, jó? Figyelj, Gász, lehet, hogy más is érdeklődik a dolog iránt. Oj, hagyd már békén. Mele is közölni kell. Kivel? Lucas-sz. Mit Lucas-sz egy parcsel? Lucas-sz. Adjunk neki még egy hetet, az alap minden összejöhet. Tanár úr, igen, azt szeretném... Hová mész ebédelni? Nem tudom, te hová mész? Én nem tudom. De ha tudnám, hogy te hová mész, akkor én is oda mennék, hogy véletlenül összeakadhassunk. Hát, a túloldal jó. De mennyire? Én is oda akartam menni, egy perc múlva ott. Gyere, menjünk együnk valamit. Lefeküdtél már vele? Lefeküdtél vagy nem? Jó napot. Szia, Mókuska! Menjetek csak, majd utánatok megyek. Mit keresel itt? Nem szólhatsz egy szót sem, most már kvittek vagyunk, nem? Mi van? Te zavarba hoztál az én embereim előtt, én meg a tieid előtt. Nem vagyok zavarban. Ki az illető? Milyen illető? Azok a barátaim. Az a pofa a lépcsőn egy egész könyvtárral a hóna alatt. Beszélni szeretnék vele. Nem érek rá. Majd ha ráér. Én sose érek rá. Gondoltam nektek, itt a főiskolán folyton vakáció van. Figyelj ide, mellette dolgoznom is kell, hogy kifizethessem az évi 12 000 dollárt. Én fizetem az évi 12 000 dollárt, mit ez gondolsz? A helyzet. Kell nekem a te pénzed? Hát nem, egyszerűen hányok tőle. Nagyon a szószoros egyszerű, ne fogadd el, menj hozzá egy másik ürgén. Majd meglátod, ha viszel valamire, visszafizetem az egészet, az utolsó centig. De hogy is fizetett vissza, eszed ágában sincs, nem érdekel az egész, nem érdekel, hogy hát ha az én életemben is adódhat valami, ami fontosabb, lefogadom, hogy ez a fickó egy biztosítékot se tud kicserélni. Figyelj, én nem veszekedni jöttem. Csak 5 percet kértem volna! Lehet, hogy ez életem nagy esélye. Várj már! Soha vissza nem térő alkalom! Figyelj ide! Emlékszel arra a bowling klubra a Willow Avenue-n, ahova annyit jártunk? Bowling klubra? Igen! Tudod, hogy mi döbbent meg? Mi? Ahogy elnézlek és arra gondolok, ez az a srác, akit szinte születés a pillanata óta ismerek, és hát, akit szerettem. Elmentem vele a templomba, és igent mondtam, és hát nem értem, hogy. Miért? Atyavilág. Teljesen hülye voltam. Elne beteg, őrült. Tudod mit? Kit érdekel, hogy ki tudsz cserélni egy biztosítékot, ha egyszer a fejedben tök sötét van? Érted, amit mondok? Micsoda? Reménytelen. Mi van? Úristenem. Figyelj ide. Nem is tudom elmondani, mit jelent ez nekem. Ha tudod, hogy még ilyen... Sok minden van a világon, amit... Amit nem tudok. Érted, amit mondok? Végig megyek a könyvtárban, és mindig... Arra gondolok, hogy milyen keveset olvastam még, épp csak a felszínt érinthetem. Most kinevethetsz, de... Én beleszédülök. Dehogy nevetlek. Én magam is elszédülök, amikor kilépek az ajtón, kimegyek a ház elé, szétnézek. Szaladok a kocsihoz, hogy ide jöjjek. Ezt mondom magamban, gyorsabban, gyorsabban, na itt, hogy legyőzhetsz. Hogy a hatalmadban tartalsz. Mondd csak, azt tudod, hogy nézni szoktalak szeretkezés közben. Mondd, hogy menjek már el. Nem akarom.
Ne menj sehová. Na ugye, mondtam, hogy berúgja. Berúgja, éppen vagy csak berúgja. Az enyém soha se sikerül. Mindig olyan lesz, mint a pempő. Ragacs. Nem lehet szétszedni. Én úgy hallottam, hogy bika izéjét használják. A micsodáját. Aszna. Mert mint hogy mit? A bögyörőjét. Hogy besűrítsék a levét. Aszna. Bika fasz neked bögyörő. Hát úgy is lehet mondani. Mi lesz már a kajával? Kértek még sört? Igen. Mindig tanul az ember. Próbálkoztam a banknál, a nagybácsikánnál, az üzlettársainál. Egyik helyen túl sokat kértem, a másik helyen túl keveset. Jönnek a megszorítások, de hát nincsenek kapcsolataim, tudom, hogy az a baj. Elhívtam egy unokatestvéremet, aki pap volt. Nem kérhetek kölcsön egy paptól. Nem azért, hogy adjon kölcsön, hanem hogy járjon a nejeddel. Bizony. Na, mi van veletek, fiúk, ha? Ez egy szabad ország, nem ismerkedhet meg egy független ember egy másikkal? A válaszom nem. Egyébként már nem a feleségem, jó? A volt feleséged, mi a különbség? Igaz, a házasságok az égben köttetnek. Hogyan kimondta, a pap, vagy a volt pap? Dante az őrületbe kerget ezzel a lamentálással a műtétről. Miért? Valami műtétje lesz? Nem, nekem lesz műtétem. Epeköven van. Engem műtenek, és ő nem tud aludni izgalmában. Bár csak gáz fele ennyire izgulna, értem. Ez a srác? Ne szeresd őt annyira. Minél kevésbé szereted, ő annál inkább fog. De hogy csináljam? Nekem az az érzésem, hogy Leonora már elrontotta őt. Na, álljon meg a menet. Minden válásnak három olvasata van. A férfié, a nőjé és az igazság. Mit akarsz ezzel mondani? Na, ezek régi dolgok. Még gyerekek voltak. Ő még most is gyerek. Hálát adhat az égnek, hogy te vagy. Az a baj, hogy mégse lehet múlt időben beszélni róla. Mert miatta nem tud gáz beszállni a barátai üzletébe. Ott az asszonytartás. Ezért nem mer összeállni velem. Na, ilyenek a férfiak, mit csináljunk. Mi vagyunk az egyik oldalon, ők a másikon. Jaj, Istenem. Most meg bőg. Kicsikém. Na. Na jó. Bőg ezen. Min? De hát ez az én főztöm. Ráhullatja a könnyeit, és megeteti gázzal. Ha lenyeli a könnyeit, akkor nem töri össze a szívét. Ilyet még nem is hallottam. Mindig beválik. Próbáld ki. Én az esküvői tortámat tettem a párnám alá, és boldog házasságom lett. Hogy a tortádat? A tortám egy darabját. Hogy egy morzsáját? Nem, becsomagoltam. Egy kis sejembe. Még hogy egy morzsát. Úgy. Jó. Elnézést. Keresek valakit. Leonora Di Marcót. Állj, itt van. Menjen be, és mindjárt balra a második ajtó. Itt egyenesen. Kösz szépen. Nincs mit. Ez az érzés, ez a tűz. Mr. Wonderful? Tessék? Fanny Face keresi a maga Mr. Wonderfulját. Ó, elnézés, semmi. Azt hiszem, tévedés. Igen, tévedés. Csak úgy nézett ki, mintha keresne valakit, és én ide a pálmaházba vártam azt az embert. Sajnálom, elnézést. Hoppá. Bocsánat. Nem érdekes. Szia. Megtaláltad a neked való munkát, utálsz takarítani, utálod a gyerekeket. Mi a fene bajod van? Én mikor mászkáltam utánad a munkahelyedre? Igazad van, rémes vagyok, kész. Figyelj, azért jöttem, hogy elnézést kérjek, amiért tegnap olyan rémes voltam. Bocsánat. És? És semmi. Figyelj, csak a pontoság kedvéért.
Én sose utáltam a gyerekeket, inkább te. Én imádom a piciket, de nem érdekes. De érdekes. Figyelj, nem volt igazam a gyerekekkel kapcsolatban, sajnálom, és a többi dolgot is sajnálom, hát mit sajnáljak még? Te, figyelj, nem mintha annyira érdekelne, csak úgy kérdezem, mennyit fizetnek itt neked? Elnézést. Tessék? Hogy mennyit kapsz ezért? Nem sokat, mi? Mert ez elég útvarmeló már, elnézést. Figyelj, beszéltem Bruno bácsival, és ő mondta, hogy szívesen visszavesz figyelj, az üzletbe, figyelj, és... Figyelj, hagyd ezt abba! Sokkal többet fizet, biztos, hogy sokkal többet fizet, ami azt jelenti, hogy nekem kevesebbet kellene fizetnem, és neked nem lenne bűntudatod, és mind boldogan élhetnénk, béké hagynánk egymást, elfelejtenénk ezt az mindent egészet... Mindent megmozgattam, hogy megkapjam ezt az állást, és különben is, inkább a halál sem, hogy még egyszer visszamenjek abba a terepúgyba. Értem, mindig is szégyeltél, és szégyelted a barátaimat is, az egész családomat. Mit fogsz még csinálni? Nevet változtatsz? Átgázoltál rajtam, és csak egy digó csaj maradsz? Nem gázoltam át rajta. Ó, akkor biztos csak álmodtam. Vagy egy másik csajra gondoltam. Az is lehet. Akit elvettem feleségül, és ott hagyott. Elnézést? Elnézést, ön Mr. Wonderful? Nem, mindig ez van, visszautasítom. Ön Mr. Wonderful, igaz? Funny face. Nem, én nem vagyok funny face. Maga Mr. Wonderful, ha? Találkozója volt háromkor egy lánnyal a pálmaházban. Igen, miért? Mi történt? Nem jó helyen keresi, ott várja magát. Azt hiszem már elment, siessen! Köszönöm! Nagyon köszönöm! Mi ez a cirkusz? Házasságszerzés. Ez a hobbim. Nincs neked olyan, amit ingyen csinálsz. Mondod te. De induljunk ki abból, hogy te megváltoztál. Én is megváltoztam. Igen? Hát, ha megtalálom neked az igazit. Ha hagyod. Na de komolyan. Én találtam valakit, és boldog vagyok. Olyan boldog, hogy azt szeretném, ha te is ilyen boldog lehetnél. Tudom, mit akarsz te. Munkát találni nekem. Pasit is akarsz szerezni, és még kimosni a bugyimat? Na nem, köszönöm. A hozzáállásodon kéne változtatnod. Lehet, de szerencsére már elváltunk, így nem kell összevesznünk. Figyelj, ezen. De valami disznóban élsz, úgy öltözködsz, mint egy rongyszedő, és minden alkalmat kihasználsz, hogy keresztbe tegyél nekem. Na jó. Ha tudni akarod, ez az egész nem tartozik rád. Éppen randim lesz valakivel, akinek tetszik a hozzáállásom, és tetszik a lakásom, és imádja, ahogy öltözködöm. Világos? Nagyszerű. Szia, Lee. George, szeretném bemutatni neked egy tanítványomat. Lee, ő a fiam George. Csókolom. Szia, George. Ne haragudj, de komolyan. Semmi baj, nem érdekes. De igen, érdekes. Nagyon is. Most szomorú vagy, én meg... Papa! Várj, segít a papa. Gyere velünk a térre. Nem, most komolyan, mi? George, hogy beszéljük rá Lee-t, hogy jöjjön velünk a térre? Nem. Viszlát az órán, professzor úr. Szia. Milyen szép itt. Nagyon kellemes hely. Hát azért akartam itt a találkozót. Miért vagy te funny face? Olyan bolondos az arcom. Nehogy beledobd a cigarettádat. Nem volt szándékomban. Jó. Szeretem a teknőcöket. Ők tudják, hogy kell élni. Úszkálnak körbe-körbe, szeretik egymást. Nem, szerintem a teknősök nem, inkább a hattyúk. Igen? Láttál már elvált teknősöket? Ne hülyeskedj. Nagyon durva. Egész nap csak úszkálnak, körülöttük a sok hal. Egész sok teknős van ebben a tóban. Na, már menned kell. Lekésed a randit. Mi? A randidat. Az este lesz. Majd csak este? Igen. Azaz éppen most? Az este lesz? Oké, na ki az a tökéletes hapsi? Tessék? Az a pasi, akivel annyira össze akarsz boronálni. Egyszerű munkás, ha ez nem gond. Nem.
Hajlandó vagy találkozni vele? Nem tudom, esetleg. Ez óriási. Nyugalom, azt mondtam, csak esetleg. Szia. Szia. Lee! Ő lesz a te Mr. Wonderfulod? Jó, rendben. Igen. Aztán a Billy belóg a kezem. Semmi különös. Látom, jól vagy. Igen, a nejed csinálta ezt a frankó szendvicset. Vannak a házasságnak szépségei, ha? Ahogy mondod. És veled mi van? Meghaltál, vagy még szabad vagy? Mötlen vagyok, kösz. Ha láttad, milyen moslékokat eszik. Mondok valamit. Én tudok megoldást erre. Ismerek egy szuper jó csajt. Kicsit lökött, de tényleg, viszont vág az esze. Hát, nem tudom, Gász. Tudod, ő lehet, hogy okos, de én nem vagyok annyira okos, érted? De azért ne képzel valami. Tudj Isten, milyen szuper ajtrőztöd, csak... Te! Szia, Harry! Mi az, amit eszel? Sajtburger! Kérsz egy falatot? Sajtburgert? Nem, kösz! Az ide megy mind a szerelmi csimpaszkodómra. És végül csak az marad, szerelem sehol. Neked van valakit? Kettő is, öcsém! Ez a nagy baj! Gyere! Hát ez csúcs. Még nő is kivétel nélkül. Kérsz egy kicsit? Nem, kösz. Pedig jó. Kóstold meg. Pop? Jó. Kösz. Ez fantasztikus. Imádom a fasírtot. Én sütöttem. Komolyan? Persze, de mennyire? Imádom főzni. Az egész családra? Nem, nincs családom. Csak magamra főzöm. Na és te? Én is szeretek főzni, de csak ha van kinek. Nem mindegy, hogy ki az. Ahhoz előbb kell találni egy olyant. Valahányszor beszélek egy nővel, úgy érzem, mintha púpos lennék, vagy mi. Ugyan. Nem látok rajtad púpot. Aha. Annyi baj van velük. Van egy szép házam. Szép rendben. Ha egy nő beteszi a lábát... Hát nem tudom... Hagyjatok már egész rossz kedvülettel. Mike! Ahogy mondani szokták, minden zsák megtalálja a maga foltját. Ez hülyeség, tiszta hülyeség. Tudom. Oké. De hát, ha mégis... Jó, maradjunk abban, hogy a plüszkölsz telefonhoz hívlak. Vagy bármi. Csak mentsél ki. Oké. Tudsz bármikor tüsszenteni? Elég élethű, jól van. Úristen, biztos ez lesz. Csak ez lehet. Nem ismerjük egymást, rendben? Rendben. Leonora? Igen, én vagyok. Én meg Mike Crosby. Nagyon örvendek. Én is. Nem baj, ha leülök? Nem, tessék. Még sosem randiztam délelőtt. Nem iszik egy kávét? De... Rendelek magának is. Ó, nekem van. Egy kávét kérek. Koffeinmentes? Igen, az jó lesz. Nos, Mike, mivel foglalkozik? Ott dolgozom a piros kocsiknál. Éppenséggel, délutáni műszakban, azért érek rá. Azért nem talál feleséget, mert ilyen az időbeosztása. Nem, én azért... Azért kértem magam ebbe, hogy eljöhessek. Most, amit az előbb mondott a házasságról, most még nem tudom eldönteni. Hogy mondta? Egyelőre nem tudok igent mondani. Gusznak is megmondtam.
Még meg kell beszélnem a szüleimmel. Egészségére. Köszönöm. Telefon. Tudom, amint belegondoltam, már tudtam, hogy nem Mike. Meadow lesz a jó. Meadow tökéletes lesz. Mit? Jaj, ne hízzél már. Most, hogy végre megtört a jég. Figyelj, tedd ezt meg, ne hagyd cserben. Őszinte leszek. Már megígértem Meadownak. Egyértelmű. Igen, tüneményes pofa. Se baj. Volt egy ingyen kávét is, az is valami. Na? Figyelj, garantálok egy ingyen kávét Meadowval is. Oké. Klassz csaj vagy. Majd hívlak. Jó. Pápa. És igen! Jó van! Ki ez a Meadow? Loretta nagynénikének a kuzinja. Helyes. Családban maradt, ha? Nekem is van egy kuzinom. A neve Dominic Bird, gyógyszerész a kórházunkban, és együtt van nála az a bizonyos hármas. Milyen hármas? Okos, sikeres, szingli. Nagyszerű, hol a száma? Már megadtam neki Lee számát. Ez a csaj bele fog fulladni a randikba. Áú! A betegeiddel is ezt csinálod? No. A könnyöködet nem kötöztem be, mert az alsó karod sérült. Ha a sérülés a felső karodon lenne, a könnyöködet is rögzíteni kellett volna. Az ujjaknak zsibbadniuk kell? Nem, miért nem szóltál? Teljesen zsibbadnak, nem érzek semmit. Ez sem? De visszatért az élet. És ezt? Igen, most már jobb. Valami bizsergő érzés. Ez jó jel vagy rossz? Nagyon is jó. De hát így félkézzel nagyon nehéz. Alig bírok mozogni. Na. Vigyázz. Nagyon fog fájni. Csodálatos vagy. Csodásan érzem magam. Menj, gyógyítsd az embereket. Rita, keressünk egy lakást. Szeretem a zenét, a jazzt, a komoly zenét. Van egy pár hihetetlen hangfalam. Szeretem a festészetet, és szeretem a szexet. Tanulmányoztam a tantrikus szexet, hát az csodálatos. Valami csodára. A tüsszent és egészséges. 300 km per órás sebességgel távozik a levegő. Az a nő, aki visszatartja a tüsszent, és egészen biztosan frigid. Mintha valami bomba robbanna bent a fejükben. Ó, nem mondja. De bizony. Bomba! Jimmy, mi újság? Semmi különös. Ez a csaj kikészít teljesen. Alig aludtam. Már azt hittem, szívrohamot kapok az éjjel. Tessék! Kettő tejjel és nagyon sok cukorral. Tudod, hogy hogy szereti? Lovagol rajtam és felugrál. Nem tudom, hogy csinálja, de valami őrület.
De a legérdekesebb, hogy végig dumálunk, meghallás nélkül. Fura. Ha a sok kúrásba nem nyifalunk ki, akkor a dumába fogunk. Bár gáz! Gáz! Ma beszélek a brokerral, mit mondjak neki? Mi az itt? Senki nem tud aludni. Mi van? Le tudnád ezt fordítani? Idegesen miatt a házasságszerzés miatt. Ja, én is gondolkodtam rajta, szerintem semmi értelme. Mondjuk, hogy találkozik egy sráccal, két tojásból pirítóssal. Igen. Mondjuk, hogy heteken át minden este mással, érted? És mondjuk, hogy 10 vagy 15 randi után, ami egyáltalán nem pesszimista jóslat, találkozik az igazival. És mondjuk, ha már itt tartunk, hogy szeretne néhányszor együtt vacsorázni velem, mielőtt még összeházasodnának. A férfiak mindig a fellegekben járnak. Ne veszítsd el a hitedet. Nem veszítem el. Hiszek Lucas Sussben, sok pénze van, és nincsenek romantikus hasfájásai, érted? Hidd el, ő az igazi. Igen, de ő mégsem gáz. És ha kifutunk az időből, nincs olyan sok idő. Hé, mi lesz már minden sarkon? Nyugi, várni kell, semmi izgalom. Majd összepisálom magam. Már csak néhány perc, fiúk, elnézést. Mi az eredmény? 3-2. Hajrá, Metz! Nem nekik drukkoltok? De figyelj, haver, erre nincs időnk, menni kéne. Biztos palántákat kell ültetnetek, és füvet nyírnatok, ugye? Úgy van, igen. Eltaláltad. Mi lesz már? Nyugalom, igen! A ti feleségeteknek van a legszebb kertje New Yorkban, ugye? Én nem is vagyok nős. Tényleg? Te melyik vagy? Te vagy Paul, te vagy Joe? Mindkettőnket. Paulnak hívnak, de az hülyén hangzana, hogy Paul és Paul vagy... Mi ez? Ha el akarjuk mesélni az életünket, elmegyünk a Heraldo show-ba. Igazad van, Paul, de én most Paulhoz beszéltem. Volna számodra egy óriási buli, halál komolyan mondom. Igen? Mit szólnál egy randihoz egy bombázó csajjal, aki ráadásul nagyon szeret kertészkedni, akár csak te? Halló? Ó, hogy érted azt, hogy rád vetette magát? Ki? Ki? Most nem tudom, minek jössz, mikor már rég elment. Ha megtalálom, laposra verem. Ó, ha megkérhetlek, hagyd ezeket a macsó tulajdonosi allőröket, olyan undorító. De hát hogy engedhetted be egyáltalán? Korábban jött, na! Ez hülyeség, meghívsz egy pofát, akit még soha nem is láttál, és akkor csodálkozol, hogy erőszakoskodni kezd veled. Nem, kezdjük ott, hogy te hívtad, de nem én, a te barátod. Mit mondtál neki róla? Mi vagyok én egy... Jó, hagyjuk, legalább tanultunk valamit a jövőre. Nem, ennek a dolognak nincs jövője, okay, vége. Oké, rendben van, vége. Csak azt tudnám, hogy kerülhettem ilyen helyzetbe, hogy az exférjem szervez nekem randikat. A hatalmadba kerítettél egyszer, és azóta nem enged szabadon. Miért hívtál fel? Mi van? Miért hívtál fel? Te megadtad ennek a szörnyeteknek a lakcímért, és... De az én kérdésem az, hogy ha van más, akit felhívhatsz, miért engem hívsz? Ez azt jelenti, hogy nincs, akit felhív, tehát én tettem most neked szívességet. Hogy te? Úristen, csak arra kérek, menj már innen, de rögtön. Jó, nem tudsz semmit, semmiről, és csak jár a szám. Jó, nyugalom. Nem, előbb menj el. Kifelé. Rendben van, már itt sem vagyok. Jó. Te, mi lenne, ha velem jönnél? Tessék! Gyere velem! Tudom, hogy van egy vacsora randid is, elvinnélek. Nem, szó se lehet róla. Figyelj, ha itt maradsz, még jobban kiborulsz. Elviszlek egy jó helyre, mondjuk a Florence-ba. Nem vagyok éhes. Na jó, igazad van. Én vagyok a hibás, elcsesztem, na, szeretném jóvá tenni. Az a baj, hogy nem gondolkodtam. Igen, így van, egyszerűen nem gondolkodsz. Hát nem pont ezt mondtam én is. Jól van, na. Foglalj asztalt a Florence-nál. Én ugyan nem. Jaj, ne csináld. Na jó, így akarsz jönni, vagy átöltözöl? Már át vagyok öltözve. Jó, akkor induljunk. És légy szíves, ne tegyél megjegyzéseket az öltözködésemre, sem szóltam pedig a lakásomra, egy szót, nem semmire. Szóltam egy szót se! Ha szemétdombon akarsz élni, ám legyen. Figyelj, még mielőtt megjegyzést tennél, ez ugyanaz a kocsi. Nem szóltam egy szót se. Csak átfestett egy srác cserébe valamiért. Beállítottam neki a riasztóját, meg Gász. A rádióját, meg Gász. Ilyesmi. Én tudom, hogy jobban szereted ezt a kocsit az életednél, és nem hittem, hogy el fogod adni.
Csak nem sírsz. De lehet. Csak nem tudom miért. Én tudom. Mindig arra gondolok, hogy bármelyik percben beléphetsz az ajtón. Én pedig, hogy bármikor felhívhatsz. Még vártam is. Már nem is akarok elmenni. Csak nem fogok megint randizni. Na jó, de mégis mit akarsz csinálni? Mert a kocsi tetejét bármikor ki lehet nyitni, le lehet csukni, szóval... Szóval csereügylet volt. Aha. Ja, ő megtette ezt neked, te meg valami más. Persze. Értem. Milyen nyelven van ez? Latinul. A latin halott nyelv. Hát... A növények értik. És én is tanulok latint. Látod? Pokulum. Uh-huh. Szóval nem lehet mindent bedugni a konnektorba, amit tudni érdemel. Tényleg? Gáz? Tessék. Mit vacakolsz azzal? Inkább hagyjam, hogy felrobbansz magad vele. Nem lenne több gondom. Úristen. Telefonálnom kell. Halló, Rita Kellyt keresem. Tudná őt adni? Bekopogott az ajtaján? Igen. Biztos, hogy hallotta? Igen. Jó. Akkor mondja meg neki, hogy kerestem, jó? Rendben. Maga egy tündér? Jaj, ne, nem vagyok tündér, ápolónő vagyok. Mondom, nem vagyok tündér, ápolónő vagyok. Ne, maga tündér. Ez az igazság. Lee, lehet, hogy elrontottam a számítógépedet. Jesszusom, a fél évi dolgozatom, ne nyúlj a cuccaimhoz! Kérlek, könyörögve kérlek, hadd mentem el. Ez egy egész kreditet ér. Imádkozzunk. Mi? Imádkozz Szent Antalhoz, hogy meglegyen. Ó, köszönöm. Kéne neked egy szünetmentes tápegység a géphez, mert tudod, bármikor jöhet egy áramszünet. Nem a váratlan áramszünettől kell engem megvédeni, sokkal inkább tőled. Kicsit lassú. Köszönöm Szent Antalnak. Látom, nagyon benne vagy. Ja, a tanulásban? Hát igen. Ahogy kijöttél az egyetemről, csak úgy ragyogtál. És látom, hogy mennyi könyved van már. Könyvesboltot nyithatnál. Te nem lehetsz akárki felesége. Komolyan úgy érzed? Hát az enyém biztosan nem. Egy kétkezi munkásé, úgy értem, szóval... Na, mindegy, mennem kell. Na jó. Ja, igen, még akartam valamit. Várjál csak. Ezt meg kell javítani. Nézd! Nem tudom, mi lehet. Ja, megvan. Ki lakik ott? Nem tudom, egy pár. Értem. Oh,
biztonsági szempontból a legfontosabb a jó világítás. Á, igaz? Tessék. Rosszkor? Nem. Csak erre jártam. Tom Gaff. Tudod, Tom a tanárom. Igen. Én meg a dalai láma vagyok. És most? Mi lesz? Egy kis íjzene? Én barom. Szóval így megy ez. Azt mondja a feleségének, megyek drágám, dolgom van, meg kell dugnom egy diákomat. Maga biztosan... gáz. Ne. Magának nem vagyok gáz. Menjünk át a professzorné asszonyhoz, és beszéljük ezt meg vele, jó? Tom! Azt hiszem, jobb, ha én most elmegyek. Ne, ne menj el. Csak hadd menjen! Nem, inkább te menj el! Semmi baj, Lee. Csak erre jártam, majd felhívlak. Figyú! Velem ne törődjetek, én nem számítok, elmehetek! Igaza van Lee-nek, el is megyek. Én vagyok itt a fölösleges. Ugyan! Van ott valaki? Ki az? Pup, te vagy az? Gász? Jól hallok? Hogy te itt? Mit keresel te itt? Még te kérded, te mit keresel itt? Képzeld el, itt van Méri is. Megmutattam neki a bowling pályát, aztán valahogy egyik dolog követte a másikat. Ahogy ez már lenni szokott. Csak arra kérlek, Gász, ne beszélj róla, esküdj meg rá, hogy nem is láttál anyád életére, esküdj meg rá. Remélem vigyáztál? Igen, persze, hogy vigyáztam. Nem a Kotorról beszélek, te, nagyon hülye gyerek, hanem a 6000 voltról. Ó, igen. Ez gyönyörű. Most csináltad meg. Tetszik? Hogy tetszik-e? Csodás! Épp most mondtam Mérinek, hogy te nem maradhatsz ki ebből a buliból. Ez a klub a szívügyed. De most megyek vissza, jó? Hétfő reggel találkozunk. Ez aztán a kilátás, mi? Egész őszintén mondom, ez a legjobb lakás itt, és tudják, hogy miért? Miért? Itt van fény, van térélmény. A linoleumot kicserélhetik, a konyhabútort kicserélhetik, de ha ez a két dolog nincs, akkor vége. Már rengeteg lakást megnéztünk. Nem kellett volna. Csak ez többe kerül, mint amennyit erre szántunk. Akkor magukra hagyom önöket, beszéljék meg egymás közt. Majd csapják be az ajtót! Rita, hívjon fel az irodámban! Tudom, hogy boldoggá tehetnélek. Már azzá is tettél. Ez életem legboldogabb napja. Ne haragudj a tegnap estéért. Az a helyzet, hogy... egész nap rohangáltam, külön munkák jöttek közbe, és nem tudtam időben végezni. Telefonáltam neked, de hát most mit csináljak? Bocsáss meg, Rita. Éppen ezt mondom. Ezért akarom ezt az egészet a lakással. Te a város egyik végén, én a másikon. Te hívsz engem, én hívlak téged. Így mindig itt várlak, ha hazajössz. Az nagyon jó. Azt akarom, hogy jó legyen. Figyelj, maradj itt, ne menj sehova.
Boldog vagyok, hogy rád találtam. Remélem is. Már is megszerettem ezt a gyönyörű lakást, és tudod miért? Mert van itt fény, van térélmény. És a szagadt linoleum, meg a dohos szag a konyhában. Akkor magukra hagyom önöket. Feküdj le a földre. Én nem fekszem le erre a földre. Okay. Akkor magukra hagyom önöket, akár lefekszenek, akár állva maradnak. Így már más. Tegnap este is oda mentem hozzád. Bámultad volna a találékonyságomat, ha láttad volna, hogy szabadultam meg az úrral. Otthon voltam. Háromszor is hívtalak, de csak a rögzítőt szólt bele. Egész nap csöngött a telefon, hát kihúztam a dugót. Te sohasem hívsz. A múltkori látogatásom után úgy érzem, így helyesebb. Tetszett a dolgozatom? Ha? Ja, még nem olvastam. Pedig akartam. Belenéztem már. Itt is van. És? Nagyon jó. Komolyan. Szép munka. Nagyon rendes. Tényleg. Ma este el tudnék szabadulni. Esetleg elmehetnénk színházba? Vagy valahová? Igen. Annyira szeretek veled lenni. Szeretem hallgatni, ahogy beszélsz a festészetről, vagy az irodalomról. Nem csak ágyba bújni veled. Tom! John! Ha már szóba hoztad ezt a nem csak ágyba bújást, amikor ezzel a Gasszal voltál. Ő nem az a kimondott, már a szeméből ítélve. Nem hiszem, mi más tudtok csinálni? Biztosítékot cseréltek? Vagy szétszerelitek a kocsit? Vagy nézitek a tévésorozatokat? Azért ne hidd róla, hogy olyan buta. Dehogy, csak vicceltem. Na. Jó, elvághatod! Nem, ne, előbb ki kell kapcsolni, nem vághatunk el csak úgy egy vezetéket. Jól van. Nézd meg jól, hogy mit csinálsz, nem lehet sötétben tapogatózni. Rendben. Dante mondta, hogy itt találok. Most lehet! Jó! A mai napon 13 hívásom volt. Az elég sok. Most! Rendben! Nézd, én nem akarok férjhez menni. Egyszer már megtettem, és az nem jött be. Úgyhogy keres más hogy megoldást jöttél az össze egy ilyen kriplivel? Nem is ismered őt. Csak kihasznál téged. Meg lehet. Van benne valami. Most! Na, szia. Mi lesz már? Van valami gondod? Nincs. Nekem igen. Kiszálltam, megyek, járok egyet. Gáz! Gáz! Nem hagyhatsz itt minden csak úgy! Legfeljebb kirúgnak! Kaptok cigire egy százost. Van itt valaki, aki szereti Lucas-t? Én nem. Megmagyaráznátok végre, hogy jön össze az üzlet és a szeretet?
Gust nem szeretheti senki nálam jobban. Tehát ez üzlet és kész, érted? Csak hogy mi nem vagyunk üzletemberek. Csak barátok vagyunk. Be kell mennem a kórházba. Loretta egy óra múlva kijön a műtőből. És így cigizel? Én nem cigizek, pedig ideges vagyok, de ti azért fújjátok a füstöt. Hogy adjuk be Gustnak ezt a Lucas-hoz dolgot? Az ingatlan ügynök megmondta, hogy már majdnem elvesztettük az üzletet. Én nem érzem jól magam Gust nélkül. Dante, te mit gondolsz, ha? Mit gondolsz? Azt, hogyha ki akarták venni, akkor mostanra már biztos kivették. Egyedül vagyok. Teljesen egyedül vagyok. Gust, ez meg mi? Micsoda? Itt a szekrényben. Ezek a szép edények. Kínai porcelán. Nem tudom, azt hiszem NASA ajándékba kaptam. Miért tartottad meg? Rita. Igen? Ez tényleg zavar? Hogy NASA ajándékba kaptam? Dehogy is. Biztos? Nem fog összejönni Dominikkal. Milyen Dominikkal? A gyógyszerész kollégámmal. Tudod, a tuti hármas. Azt mondta, Lee vissza se hívta őt. Hülye ötlet volt az egész. Eddig se csinálta soha azt, amit én akartam. Miért változott volna meg most? De mégis zavar. Nem akarom használni a tányérjait. Nem akarok enni belőlük. Túl kell lépnünk ezen. Törd össze. Mi? Túl akarsz lépni rajta, törd össze. De hát jó kis tányérok. Ha te nem töröd össze, akkor én fogom. Előbb te. Na mi lesz, nem tudod elolvasni? De egyes asztal, egyes szék, Mrs. Muriel Manners! Mit tud mondani magáról, Mrs. Manners? A harc a leukémia ellen liga titkárságán dolgozom. Ehhez mit szólnak? Teljesen véletlenül! Mrs. Manners, itt az áll, hogy zálogot kell adnia, mégpedig az egyik fehér neműjét. Oké. Okay. De konkrétan hogy képzeli? Nos, a cédulán az áll, Mrs. Manners, hogy meg kell mutatnia nekünk. Oké. Okay. Légy szíves, egy zenei aláfestést. Igen. Oké. Okay. Akkor most... Ó, nézzék! Ez igen! Nem semmi? Akkor kezdjük a licitet! 25 kiadért, 25 dollárt! 4-es számú, hogy 25 kiadért, 50, kiadért 50 dollárt! 50! Megvan a 75 éjjel! Kiadért 100 dollárt! 100 dollárt! 100 dollárt hátul holtattunk! 130-ot hallottam, igen, 130! 140! 140 az úr! 140, azt mondom, 140, 140, és menjünk tovább! 140, először! 150! Itt a féltékeny férj, felvitte 150-re! Rendben van! Most pedig két embert fogunk kérni ide a közönség soraiból, akik énekelni fognak, és ez a két ember nem más, mint a 20-as asztaltól a 2-es és a 3-as. Megkérem önöket, üdvözöljék tapsa Dominic Birdöt és Bájos partvernőjét Leonórát! Tessék, egy ide, egy oda, kéz és lábtörést. The moment I wake up, before I put on my makeup, I say a little prayer for you. While combing my hair now, I'm wondering what goes through when I say a little prayer for you.
Just take time, and all through my coffee break time, break time, I say a little prayer for you, forever, forever, and stay in my heart, and I will love you forever and ever, we never will part, oh how I love you, together, together, that's how it must be to live without you, could only mean heartbreak for me. Ez igen! Na, milyen volt? Dominik, Dominik! Ez eszméletlen jó volt, szuper produkció! Azt mondtad, nem jön el. De eljött. Felhívtam még egyszer, és igent mondott. De remélem, hogy nem bánta meg. Ismered Ritát? Nem, szia. Szia. Jen, ő Lee DiMarco. Lee, bemutatom Jent és Martint. Örvendek. Szia. Nagyon örülök. Örvendek. Nem ültök le közénk, épp ünnepeltünk. Gust és Rita összeköltözik. Én nem tudom. Akarod? Talán majd később. Igen, már a színpadon nagyon kifáradt. További jó mulatást. Nektek is. Örülök, hogy megismerkedtünk. Én is. És gratulálok. A lakáshoz. Kösz. Úristen. Jó kínos lehetett. Egyáltalán nem. Nagyon jó volt. Remélem végzetesen egymásba szeretnek, és kész. Elnézést az előbbiért. Semmi baj, semmi baj. Nagyon szép hangod van. De mégis az ex-férjed és Rita... Nem gondoltam, hogy... Nem számít. Neked van szép hangod. Szeretek énekelni, csak nem közönség előtt. Tiszta bál királynő. Mi? Te vagy a bál királynő, Mary Queen. Már többször voltam, honnan tudtad? Oh, Mary, we crown you with blossoms today, queen of the angels and queen of the men. Emlékszem rád. Nem tudom, hogy csinálta. Gyere, feküdj le. Olyan csöndben vagy. Álmos vagyok. Hajnalban kellett kelnem. Figyelj! Kinézek az ablakon így késő éjjel, és látom a te fényeidet. Mi? Mióta ismerlek. Fények. Ezer és ezer apró fényes pont. Mm-hmm.
két ember most biztos nem alszik jól. Jen, azt nem hiszem. Alig várja, hogy dobja azt a pofát. Nem, Jen. Dominik és Lee. Az a csaj biztos, hogy elkápráztatja őt. Ugyan már. Én mondom neked. Ők már biztos a mennyekben vannak. Na ide figyelj! Elmondtad egyszer rendben? Jézusom. Figyelj, ez most tényleg olyan fontos volt közölnöd? Már elmondtad egyszer, elég? Hidd el, hogy értek belőle, igen? Hello. Rachel elutazott éjszakra George-al. Nekem meg dolgom van. Hoztam friss croissant, meg egy kis költészetet, és egy Shakespeare videókazettát. Azon kívül Glenn Gouldot aláfestésül. Lehet, hogy túl optimista vagyok, de szerintem tökéletes napunk lesz. De szólj, ha valamivel megbántottalak volna. Nem, dehogy nem. Nem ez a probléma. Miért van valami? Valami probléma? Én nem tudom. Azt hittem, van valami gond. A múltkor arra panaszkodtál, hogy keveset beszélgetünk. Hát, most itt vagyok, és velem együtt a kultúra. Én magam sem tudom, hogy mi a baj. Hogy? Lee? Belefáradtam az egészbe. Megpróbálom elmondani. Na, inkább nem. Nem akarom mondani. Azért a croissant itt vagyom. Tom. A dolgozatom. Mit hebegek itt össze, nem? A dolgozatod nagyon jó. Ez az új hely. Ó, micsoda térélmény. A vezetékek jók? T-2400-as megy végig benne. Az most a legjobb. Nekem elhihetitek. Igazán? Elhihetjük. Ez egy elektroguru. Igen, az vagyok. Hol a cuccod? Melyik az övé? Mi folyik itt? Hol vannak a cuccok? Rita! Szervusz! Mi van itt? Rita, kihívtad őket? Mi van? 100%-ra ígérték. Azt is ki. 1000%-ra ígérték. Gusznak és Ritának beszélni kell egymással. De hát miért? Hé, kifelé! Na és ezzel mi legyen, ha? Honnan tudjam? Szia, drágám! Akkor holnap. Mi ez az egész? Visszaküldtem a kocsit. Nagyon zavarba voltam. De ők kedvesek voltak. Lehet, hogy ez nem is annyira szokatlan. Az ember becsaphatja magát. Én nagyon értek hozzá. Mondom. Látod, hogy szeret? Összeköltözik velem. Látod? Összeköltözik velem, akkor már nem szeretheti őt.
Látod? Férhez akarja adni, akkor biztos, hogy nem szereti már. Rita... De te nem tudtál tovább lépni. És veled már én sem. És telerakhatjuk az egész lakást bútorokkal. Akkor is így van. És már nem fáj a szívem. Kapok én jobbat. Mert jobbat érdemlek. Kérdezhetek valamit? Persze. De ha nem, nyugodtan mondd meg. Szóval gondoltam, mégsem kérdezzem meg tőled most, hogy szakítottatok Ritával. Ahogy ránézek Mérire. Érted? Látom őt olyan 50-60 év múlva. És ettől úgy megsajdul a szívem. Tudod? Vagy ahogy fésüli a haját. Elnézem, ahogy fésüli a haját, és összeszorul a gyomrom. Érted? Nem is tudom. Olyan... fura. És tudod, amikor azt csináljuk, hát mindenféle van, tudod? Előfordul, hogy csak úgy nézzük egymást. Hallottál már az ehető bugyiról? Ehető bugyi, amit meg lehet enni. Nem? Na mindegy. Az a lényeg, hogy nem tudom. Szerelmes vagyok én. Igen. Szerelmes vagy. Igen. Nekem is az az érzésem, hogy igen. Itt állj meg. Mi? Tegyél ki itt. Hát arról van szó, hogy... Na jó. Te szeretsz utazni? Persze. De eddig tanultam, vizsgáztam. Nem volt rá idő. Nem utazhattam sokat. Értem. Mert én szeretnék... mindenhová eljutni. Igen? Igen. Micsoda dolog az, hogy olasz vagyok, és még nem voltam Olaszországban. Nem láttam Rómát, nem láttam Velencét. Én voltam Velence Beach-en. És voltam még... A Róma pizzériában? A Tony Rómában. Igen. Erre. Vannak hülye dolgaim mostanában. Amikor számolom a tablettákat, és elfelejtem, hol tartok. Azt mondom, 50 li és 60 li. Már szinte félek, hogy megmérgezek valakit. Ma például fölírtam egy receptet. És a te nevedet írtam rá. Én? Mit írtál föl nekem? Nem tudom, hogy ez hihetetlen vagy természetes, de őrülten oda vagyok, érted? És meg vagyok veszve, és... Szóval teljesen megőrítesz. Erre, fiúk! Nem tudom, mi történt. Kiment a biztosíték. Mindig 208-asra voltunk állítva. Jött egy csattanás, és kijöttek a karbantartók, megnézték, tettek, vettek, egyszer csak bum! És már hívhattuk a mentőket. Oda kéne lemenni, fejre vigyázni. Jó, most már itt vagyunk. Jó. Szóljanak, ha kellek. Rendben? Rendben, főnök. Szóval...
Mi volt ott olyan érdekes a botanikus kertben? Amit mondtál, attól rájöttem valamire. Rájöttél valamire attól, amit én mondtam? Igen. Ez nem rossz. Két fázisom van, egy élő és egy nem. Húzd ki, amelyik nem él. Ekkor itt valami... valami más van. Fogom. A kettesbe visszük. Gyorsan. Utat! Gáz. Jen. Így jól lesz. Vigyázz. Rendben fog jönni. Feküdj nyugodtan. A barátom meg fog meg gyógyulni. Feküdj vissza. Gyere. Ez van. Égési sebek, zúzódások. Mindjárt jövök. Rita. Mi van? Jól vagy? Igen. Nagyon jól. Jó. Elaludtam, nagyon kimerült lehettem. Csak most hallottam, és meg akartam nézni. Lehet, hogy nem kellett volna, de hallottam, hogy elégedett. Nem súlyos az állapota. Be akarsz menni hozzá, akkor én... nem. Órán van, csak mondd már neki, hogy itt voltam, jó? Rendben. Milyen az új lakás? Nem költöztünk be. Hogy? Szakítottunk. Elnézést. Semmi baj. Milyen Dominik? Nagyon rendes, igazán nagyon jó ember. Vigyázz rám, de tényleg sajnálom, hogy... Hát... Úgy látszik igaz, amit mondanak, hogy... Könnyek és szenvedés nélkül tényleg nem megy ez a dolog. Valakinek sírnia kell, hogy valaki mást nevessen. Nehéz boldognak lenni. Nem hiszem. Szia. Biztos te vagy Mari. Nagyon szeret téged, mondta nekem. Én is szeretem őt. Szia! Bújj be! Szia! Hogy vagy? Jól. Még egy kicsit gyenge vagyok, de ez már semmi. Nem hittem volna, hogy ide még visszajövök.
Hát igen, a sors keveri a kártyákat, és nem tudni, kinél lesz a Joker. Itt most rémes rendetlenség van, de csak a te tiszteletedre. Csak vicceltem. Sajnálom, hogy te meg Rita. Jaj. Szörnyű sok lehetett. Na és te? Mi volt olyan fontos, hogy telefonon nem lehetett? Nem akarsz jönni valamit? Dominik megkérte a kezemet. Nagyon helyes. Gyereket akar tőlem. Tessék? Mondom, gyereket akar tőlem. Igen? Igen, azt mondja. Hát ez durva. Azt mondtam, még gondolkodom rajta. Jó van, mióta ismeritek egymást? 4 hete is már is gyerekről van szó. Nekem csak 1/2 év után engedted meg, hogy hozzád érjek. Megkapod, amit akarsz, azt a bowling klubot. Nincs több csekk, nincs több asszonytartás. Valóban, figyelj. Gratulálok meg minden, de most dolgom van, úgyhogy... legyetek boldogok. Minden jót. Salut. Oké. Ez itt az enyém volt. Hey. Ez az utolsó ajánlatom! Ennél jobb üzletet nem fogsz kötni! Ezen már én veszítek! Hozd be a Verdát! De komolyan! Nem viccelek! Most mire vársz? Gáz! Gáz, várj! Hello! Szia, Pop! Szia! Igazi csoda! Visszatértél a halálból. Azért nem halt ő meg. De bizony, hogy meghalt. Nem volt se ezen az oldalon, se azon. Valahol félúton, igaz? Igen. Csá! Szia! Isten hozott újra az élők sorába. Jól megrémítettél minket. Mondtam, hogy csoda. Visszatalált, ha? Igen. Ismeritek Mérit, ugye? Igen! Ja, mondtam, hogy benne vagyok. Miben? A bowling ügyben. A feleségem férjhez megy. Megtalálta Mr. Wonderfoot. Ne hülyéskedj! Az jó! Itt a foglaló. Sziréneket hallok? Honnan szedted a lóvét? Busszal jöttem. Csak nem adtad el a korvettet. Hát az csak egy kocsi. Én leszoktam a dohányzásról, én leszoktam a bagóról, hallod? És kihez megy hozzá? Nem tudom, ismeri-e... Dominikhoz. A gyógyszerészhez. Kihez? Hát Dominikhoz, a gyógyszerészhez. És te ezt akartad? Mi ez itt, esküdszék? Mit szekírozod? Persze, hogy ezt akarta. Hogy végre szabad legyen fizetési kötelezettségek nélkül. Azt kérdeztem, ő feleljen. Ha ő nem felel, majd én. Ez jó. Ő, aki kómában volt. Ne kérdezz tőlem semmit, mert én nem tudom a növények nevét. Ismersz engem? Hogy jutottál ez be? Itt, már nem csak... Ez itt... Karióta, ami más néven, ugyebár halpikely növény. Ez a másik pedig ott a Monstera Deliciosa, ami nem más, mint a nagylukú emmentáli sal, csak zöldben. Amaz pedig... a hülye fejem. Gász. Elefánt. Elefántpálma, ami pedig... Gász, mit művesz? Kolokázia. Megtanultam, és kész. Nem is nehéz a latin.
fények. Gyönyörűek. Igen, szépek. Lee, szeretlek. Gondolkoztam rajta, hogy mutathatnám ki, és csak a villannyal tudtam. Hát feltettem ezeket. Dominik, leparkolt a kocsival. Azt mondtam, hogy szeretlek. Gáz. Most én mit? Na de hát tudom, hogy nem szereted. Ó, igazán? Nézd a szemembe. Nézz ide a szemembe, és mondd, hogy őt szereted. Te mindig ezt csinálod. Mindig ezt csinálod velem. Jó. Menj csak hozzá. Dominik, ne haragudj, olyan szédült vagyok. Bele tudsz nézni a szemembe, és azt mondani, hogy szeretsz. Akaratlanul is mindent hallottam. Csőre Gábor, Majsai Nyilas Tünde, Haas van der Péter, Simon Eszter, Zsigmond Tamara, Zámbori Soma, Minárovics Péter, Németh Gábor, Szokol Péter, Varga Tamás, Koncz István, Halász Aranka. Magyar szöveg Székely Anna, szerkesztő Németh Beatrix, hangmérnök Levacsics Péter, gyártásvezető Lajtai Erzsébet, szinkronrendező Bursi Katalin. A szinkront a Duna Televízió megbízásából a Kis Stúdió Kft. Készítette. And you think that by now I'd have moved on somehow, but I'm getting nowhere. And still it's you.
window, so I pull down the shade, trying to block the memories of the love we've made. Lying here without you, and the music won't play, and I'm trying to sleep, but it all always you, no matter what I say.